Üljél fel. Akkor ne vidd ahhoz. Jó van, ülj fel. Akkor én nem ülök fel. Jó. Ne vidd ahhoz, légy szíves. Mert én is elkezdem, de nem alig én eredni, légy szíves, ne vidd ahhoz. Jó, ülj már fel mögém. De én félek. Na, finoman. És én félek. Úgy. Kicsim, jó. Ennél előrébb ne büfögjél már. Nem büfögök. Úgy, várjál. Milyen jó, hogy nem... Egyenes meg. Jó, megyünk arra. Most el fogom rángatni akkor. Na, eljöttünk az istálóból. Két kis majmom itt van mögöttem, illetve előttem. Hát úgy néz ki, a high-tech az csodálatosan van. Figyeljék. Abba figyeljék. Jó, tudom. Nem tudta semmit. Kerüljük erre. Na, mindegy. Mi az, mert csúszós a szélvedet? Én nem tudom, hogy hány fok lehet, mínusz 4, de jön egy szembe egy autó, nem? Nem. Ez meg, te. Nem jön. De, kislányom, te nem fogod jobbról-balról a kormányt? Nem. De milyen izé reflektor van annak? Direkt itt fogom, hogy nem. De mi az a fény ott? Nézd már oda. Az a lovas iskoláé. Direkt... Ekkora? Vagy nem tudom, nem ott, tudod, a karám mellett. A karám mellett van az a közép... A kis karám mellett van a középen ott egy lámpa. De ekkora izé. Nézd meg, aha. Akkor így direkt így fogom, így. Nem kicsit, még közelebb nézettem. Hol nem akarok ott, ha nézem a feles? Nem a motoron, nem a motorkormányát fogom. Nem érem. Na itt a lenti istáló, Kata megetetett, de hogy magunknak van lehet az évány és egyébként. Hol az a nagy fény? Ami az, volt elő. Ez itt. Jobbra. A fieségem, mondtam, hogy a lovas is. De mi a francról világ itt ez így? Oh, hol van, vagy kinek? Menjünk, mert meghalom. Jó, van, menjünk. Ó, ja, lehet, hogy látod? Lehet, hogy nekik is a Bence hozta. Én nem tudom. Ó, basztus. Kicsi, imádkozz. Az a baj, nem is tudnak. Szerint. Igen, imádkozzatok. Jöjjön el a te országot. De lassan imádkozz. És becsületesen. Úgy a földön is. Minden napi kenyünket adnak nekünk. Mire érték el az apukádat, aki most a motorodat itt vezeti? Tessék, hogy? Mire érték el az apukádat? Két a képen. Igen, és fantasztikusan vezet? Nem. Ajaj, ajaj. Tudálj kettőt. Nincs fél. Hogy ne lenne, nem? Most azt, hogy hülyéskedünk, apád azért nem hülye. De esküszöm neked, úgy érzem, mintha te kormányoznál. Én nem kormányok, kormányok. Nem, azon már túl vagyunk, de komolyan mondom neked. Én hozzá sérjük a kormányhoz. Jó, de hazamegyünk, meg fogom nézni, vagy akkor Lukas a hátsó kerekünk, vagy valaki. Ne, de melyik mozog? Te mozogsz? Kicsim, ne izélj, szórakozzál. De ne viccelj, mert akkor lehet esni, mint az ólajtó. Na, valaki értem, hogy nem vagyok úgy biztonságban, mint egyedül lenni. Egyedül én olyan szépen el vagyok te. Lehet, ha nem. És erre mondják, hogy a gyerek az nyűk. Na, akkor... Lehet, ha nem videózol, akkor nem lenne ennyire probléma. Apád a példaképed ezt mondta. Igen, meg anyám, meg Kálmán, meg a mama, meg papa. Hát, bazd meg anyádat, hát akkor vagyunk már 20-an. De mi kopog? Nem tudom. De nagyon félek. Nem, de szórakozzatok. Most vagy a, nem, ez az izém nekem, hogy a hátsó kerekem ő Lukas. Hát lehet. Úgy érzem. Vagy nem vagyunk nehezebb. Nem a nehézség, valami van ott. Na, vagy úgy érzem. Ő vagy gajjád, Nem. Mert most a sári kopog szerintem. Tehát hülye vicc kicsit. Apa, figyelj már! Megyünk, jó, nem figyelek, nem hülye vagyok, nem gondolok. Lefagytak az ujjaim! Hát, kicsim, képzeld, nincs olyan hideg az ujjaimnak, mint amikor reggel 10-kor volt, amikor Sárival lementünk a szénahálóig. Azt a kurva eget, na, aztán, hogy szép vagy. Ahhoz képest... Milyen kocsi? Milyen kocsi? De azt hittem, hogy kocsi. Jó van, hát jó van. És a világításra. Jó van. Na, itt vagyunk az utcánkba. Szerintem... Halálra szólítasz még van? Igen, mert foglak kicsim, hogy esünk, akkor együtt essünk. Téged? És hogyha valami puhaságot szeretnék, akkor téged előre nyomlak, az hopp, ráad, csak ott csókolom. Jaj, gyerekek, van már 11 óra. Várjál lassan. Egyébként még óra sincs. Aha, szerinted? Én nem mondom mennyi az idő, 9 óra 40 valahány. Na, az is valami, hopp. Nem 10 óra. Jó. Vedd ki, nyisd ki, csukd be! Hála Istennek, hogy... Nem jók leszállni. Na. Na,
De nyisd már ki, hogyha lakult. Én nem tudom. Nem tudod. Jó, jó. Nyisd már ki! De hol lakult? Megvan. Jó. Olaj valahogy itt felizét, ugye? Na, menjetek. Na, gyere. Úgy mennék vele, hallod, vagy 50 kilométert még a kicsi lekával. Várjál. Várjál. Be kell csukni a kaput. Kontroll. Jaj. Na. A Katit föl kell hívni, hogy minden rendben. Hát bazd, mint a bélpakos úgy zabált, mi? Mondom, a Katit kell fölhívni. És a hájt, az a Tani az el van, ha mi? Mi a gondol a Taniba? Semmi! Az, te egy bélpoklós, ennyit ennyi embernek hallod? Én ilyen viccből mondtam először, hogy milyen jó étvágya van, de aztán rájöttem, hogy soha nem hívjuk ide még egyszer. Hallod? Ide még egyszer nem hívjuk. Kicsim, kösd ki a cipő fűzőmet. Én nem fogok igazni! Tehát le azt a videót is. Igen, a Jancsika is úgy. Na, kösd ki! Csak kösd ki, annyi kell! Kösd ki a jó hóhér! Na. A Mária Brengényi Szűz Mária... De nehogy összeizéred! A Mária Brengényi Szűz Mária szoborköst. De várja, van még, még egy cipőm van, te! Lányom! Hogy a bőrhűjön rá? Na, várjál, te! Na, ezt visszakapod! Jaj! El vagyok, egy kicsit fő vannak ajzva a lányaim. Megnézzük a high-tech-et, hál' Istennek rendben van, korrektül el van, Gyorgyit elkísértük, most hazajöttünk, úgyhogy ennyi. Most már szerintem, hogy letusolunk, vagy nem tudom, mit csinálunk. Még azt sem mondom, hogy letusolunk, mert már, hát szerintem örülünk, hogy élünk. Na mindegy, van egy-kettő, az útleveleket át kell néznem. Ennyi. Ennyi, kösz. Na, mindenkinek jó jött. Csók.